Fiatal ünnepünk a Magyar Kultúra Napja. Ezáltal a hozzátapadt negatív politikai áthallásoktól mentes, tiszta és tartalmas ünnep, hiszen a hinmű születésének napját csak 1989 óta ünnepeljük. Ekkor nyelte el az 1844-es megzenésítése óta össznemzeti imádsággá vált himnuszunk is méltó pozícióját, és került be az akkori Magyar Köztársaság alkotmányába. Éneklésével, szavalásával, olvasásával újra és újra hitet teszünk a Kárpát-medencei és a diaszpóra magyarságának, valamint az összmagyarságnak lelki, szellemi és kulturális összetartozása, a magyar kultúra egysége és oszhatatlansága mellett. A kultúra felemel. Nem születési jog a műveltség és a kultúrához való hozzáférés. Nekünk, állami szereplőknek az a dolgunk, hogy mindenki számára lehetőséget biztosítsunk rá, és ezt a feladatot komolyan vesszük. Erről biztosíthatom önket. De a kultúra társadalmi szerepvállalása is ez. A kultúra felemel. Legyen katalizátor. Indítsa be a pozitív változásokat. Emelje föl az alacsonyabb társadalmi rétegbe tartozókat, és erősítse meg a polgárságot, a társadalmi középréteget. És tartson meg bennünket. A kultúra szövetségi rendszer is. Ezt a szövetséget először egymással kell megkötnünk, hiszen nemzeti kultúránk nélkül nincs európai kultúra sem. A magyar kultúra, az alkotók, művészek, a közszolgálatot teljesítők, az iskolák, a tudományművelői, a kultúrát őrző, megújító, azt megélő közösségek szövetségi rendszere, amely egyben tart bennünket, magyarokat.